Manapság már azt mondhatnánk, kimondott allergia szezon nincs is. Minden évszaknak megvannak, ugyanis a maga jellegzetességei. Az egyes allergiák ugyanakkor természetesen eltérő és változóan súlyos tüneteket mutathatnak. Nyáron elsősorban azok szenvednek, akik érzékenyek például a pallagfű vagy pázsit fűfélék virágzására. Náluk elsősorban légúti problémák léphetnek fel ezekben a hetekben. Ebben az időszakban, ami nagyon-nagyon magas koncentrációban van jelen, és jellemző ezek a pázsit fűfélék, de jelen van most a légkörben az üröm, a pallagfű, a kender, illetve a rozs. Meg kell említenünk, hogy ez a ködös párás levegő nagyon kedvez a penészgombák szaporodásának, így most a gombaspórák okozta tünetekkel is kell számolnunk. Orfolyás, tüsszögés, viszketés, könnyezés, torokkaparás, torokdúzzanat. Ezek az allergia tipikus tünetei felső légúti megbetegedés esetén. Alsó légúti problémák már akár komolyabb tüneteket, így például folyamatos köhögést, nehéz légzést vagy asztmás rohamokat is okozhatnak. Amennyiben ezek nem múlnak el 2-3 napon belül, vagy adott esetben rendszeresen előjönnek, érdemes mielőbb szakorvoshoz fordulni. Természetesen tudnunk kell, hogy pontosan mire is vagyunk allergiások. Ennek a kivizsgálása allergológiai szakrendeléseken zajlik, allergiateszt elvégzésével. Ha tudjuk, hogy mire vagyunk allergiások, illetve ez az allergia melyik időszakban jelentkezik, akkor ennek megfelelően zajlik a kezelés. Ha olyan allergiás megbetegedésünk van, például egy állati szőrallergia, amit a környezetünkből el tudunk távolítani, akkor és első és legfontosabb dolog, hogy ne találkozunk az allergiát okozó ágenssel, az úgynevezett allergénnel. Ha pollenallergiáról van szó, ez minden évben ugyanabban az időszakban jelentkezik. Tudni fogjuk, hogy körülbelül április-május, melyik hónapban jelentkeznek a tüneteink, ilyenkor gyógyszeres kezelést alkalmazunk. A szakorvos hozzátette, a vén nélkül kapható gyógyszerek is enyhíthetik bizonyos mértékben a tüneteket, de hosszú távon egy allergiateszt és az orvossal való folyamatos konzultálás lehet a biztonságos megoldás. Allergiavizsgálatot Nyíregyházán a megyei városi tüdőgondozóban végeznek. Időpont egyeztetéshez a házi orvos beutalójára van szükség előzetesen.